Már hosszabbodnak a nappalok, de keleten alig tükröződik, legalábbis a napsütötte órák számán semmiképp. Ennek oka a köd. Köszöntöm Önöket az M1-en, jó reggelt kívánok! Őrhéz Adrián vagyok. Egy jégfésűt örökített meg kedves nézőnk, Benkuti Letícia Fonyódon. Nagyon szépen köszönjük neki a képet. Önöktől is várjuk az időjáráshoz kötődő felvételeket. Címünk változatlan, meteorfotókukac@mtva.hu. 10 fok feletti maximumok tegnap még a Kárpát-medencében is előfordultak. Ma már csak a mediterrán térségben számíthatunk erre, például Rómában, Palermóban vagy Athénban. Északkeletre zsugorodott vissza a nappali fagyoknak a területe. A Kárpát-medence pontosan a két tűz között lesz. Visszakerülünk az átlag közelébe, de továbbra is a felett leszünk. Eközben rétegfelhőzet, valamint stratus felhőzet árnyékolja be a napot a Tisza vonalától keletre. Itt több lesz a felhő, nyugaton kevesebb. Több napsütést tehát a Dunántúlon érvezhetünk, valamint a középső ország részben is. Itt csekélyebb a csapadék valószínűsége, de keleten szitálás, ónosszitálás, valamint kisebb hószálingózás előfordulhat. Északon feltámad az északnyugati szél, erőssé, olykor viharossá is válhat, viszont az esti órák közelettével csillapodik. A hőmérséklet csúcsértékei döntően 3 és 8 fok között változnak. Keleten ragad be a hőmérséklet 0 fok környékén. Csíkszeredánál például mínusz 3 fok valószínű. Vasárnapra virradóra egyre nagyobb területet hódít magának a köd. Ritkul a párásság napközben, de a Tiszántúlon makacs maradhat. Hétfőn aztán egy hideg front érkezik hozzánk, szerdán egy meleg front követi, majd újból a hét második felében egy hideg front érkezik hozzánk. Emiatt a hőmérséklet is szépen hullámzik a következő napokban. Lehűlést, átmeneti enyhülés követi. A jövő hétvégén azonban hideg, száraz és szeles idő ígérkezik. Addig napközben csak hózáporok tarkíthatják az időjárásunkat, illetve szitálás, ónosszitálás nem kizárt. Viszont egyre inkább csökken a hóborította területek nagysága. Így az előttünk álló éjszaka még mínusz 2, mínusz 12 fok valószínű, majd egyre inkább szelídülnek a hajnali fagyok. A jövő héten komolyabb mínuszokra már nem kell készülnünk. Mínusz 5, mínusz 6 fok viszont még lehet. Korcsolyázás közben talán ritkán gondolnak a fizikára, de vajon mitől csúszik a korcsolya? A csúszótest és a talaj közt fellépő surlódási erő az érintkező felületek mentén a mozgás irányával ellentétes irányban nébred. Egyes fizikusok a korcsolya könnyű csúszását a jég megolvadásával magyarázzák. A korcsolya keskeny éle alatt a sportoló súlyából származó nyomás megolvaszthatja a jeget. Az így keletkező vizet, amely csak egy kis mennyiség, ez esetben úgy kell elképzelni, mint a kenőolajat, ami segíti a csúszást, mivel csökkenti a surlódást. De ez így még nem elég. Ahhoz, hogy a jég surlódás közben minimálisan, de megolvadjon, a surlódás közben termelt hő is hozzájárul. Remélem, hogy ezen információkkal még nagyobb örömöt szerez Önöknek a jégtánc és a műkorcsolya. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!